Sándor Tamás vezetőedző néhány változtatást eszközölt. Kezdjük is azzal, gyorsan Tóth Dániel véd ezúttal Szabad István. Szabados István helyett ő az egyik talán legnagyobb meglepetés itt a cserék között, illetve Nagy Krisztián visszatért, ezúttal Burai Erik csak a cserepadon kapott helyet, a vendégeknél pedig az asszisztens edző Dejan Milovanovic három helyen változtatott az előző mérkőzéshez képest, amikor otthon döntetlent játszottak a Pécs ellen. Nagy Krisztián fogja elvégezni a sarokrugást. Magasan száll be a labda, középre befejelik, aztán ott elszállt mindenki előtt. Nagy Zoltán még lövésre kínálja le! Spitzmüller volt, aki végül rádúrantott. Az első helyzet, nagyobb helyzet talán, ha lehet így nevezni. Kis Bence megtartja még, már a 16-oson belül a Deac játékosa egy ívelésbe. Ott a túloldal még, ott a lövés! Hát ezt hogyan sikerült mellé lőni, kérdezhetném én. Nagyon picivel csúszott mellé Sándor Tamás lövése. Nagy Krisztián tehát jól jön be. Ott van még a labda. Gól! Megszerzi a vezetést a Deac. Nikicsert ölelgetik ott nagyon középen. Egy szöglet utáni kavarodást gólra vált a hazai együttes. Na hát, még a kapus is előre jött, Tóth Dániel is itt együtt ünnepelnek. Ennyire látszik tényleg, hogy milyen fontos ez a találkozó és ez a gól itt a Deac számára. Az egész csapat együtt ünnepel. Kis Bence ezt Nagy Zoltán pedig nagyon szépen csinálta, ezt már kevésbé, ugyanis visszaadta az ellenfélnek szerető. Gárdos volt, az nagy a lövés, óriási védés! Na végre egy szép jelenet itt a mérkőzésen. Lovrencsicsnek hagytak egy pici területet, ő pedig egyből ráküldte, gyönyörűen fordult be. Tóth Dániel védése sem volt különb. Egy kicsit nem tudta onnan kikaparni. Szerető még egy lövéssel, és második szándékból volt meg Tótnak. Szép volt ezúttal is a játék. Szerető kínálta meg a debreceni kapust, aki könnyűszerrel védte a próbálkozást. Nagy Krisztián nem tudta végül megtartani, de ott van még Nikicser. Nikicser még megmenti. Szép játék! Hát Rezes László majdnem tökéletes cserének bizonyult. Picivel célt tévesztett, de szép volt egyébként az akció. Gárdos megy oda még, de túlhámozza rajta magát Nikicser. Kéne egy jó beadás, Nagy Krisztián, jó a csel, nagy lő, mellé. Hú, elszállt mindenki előtt, Lovrencsics nem tudott reagálni már, szerető még azonban összegyűjti. Újabb beadás, Belényesi fejeli ki. Gárdos, Urai jól szúrt oda, valahogy jó lenne elütni onnan. Na, egy ollózó mozdulat, ez szép volt, és végül szögletre tudta Tóth kitornázni. Lovrencsics akrobatikus mozdulattal gyönyörűen csinálta. Óriási lendülettel. Nem volt semmi, és ezzel pedig lehet menni. Burai üldözi nagyon szorosan a védő, nem tudja lerándani, és a Burai lassan benyalogol a 16-oson belőle. Burai még ott a helyzet, mellé! Hát a sorsdöntő, mindent eldöntő találat, ott maradt Burai Erik lábában.